Jó reggelt kívánunk, köszöntjük a stúdióba tehát Gyénémet Erzsébetet és Kanász Nagy Mátét, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk kezdik a reggelt. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Tegnap este, egész késő este jött ki a hír, hogy Lengyelország mégis úgy dönt, hogy a vétótól elállnak. Mit gondolnak, mit fog erre lépni a magyar kormány? No? Az baj lesz, ha nem tudják elmondani. Én azt gondolom, hogy várható volt az, hogy nem fogja hagyni az uniós soros vezetés a Németország, hogy ez a két ország vétózzon, tehát Lengyelország és Magyarország. Várható volt, hogy valamilyen lépésre sor kerül, és abban bízom, hogy Orbán Viktornak is megjön a józan esze, és beáll lengyel kollégája mellé. Azt mondták egészen pontosan, hogy belátják, hogy a költségvetési vétó szándékaikkal ellentétesen mind Lengyelországnak, mind az EU többi országának anyagilag is kárt okozna, és ezt nem szeretnék. Ugye ez egy egyszerű, közérthető mondat, hogy nem akar valaki egy ország vezetője kárt okozni sem az Európai Unió többi tagállamának, sem pedig a saját országának. Ez ennyire egyszerű mondat és logikus következtetés, hogy miért állnak el a vétótól, feltételezik azt egyébként, hogy a kormány nem így fog gondolkozni? És egészen máshogy mondjuk úgy, hogy ragaszkodnak továbbiakban is a vétóhoz? Ez egy nagyon jó kommunikációs panel, hogy rájöttek, hogy valóban erre a pénzre szükség van. Én azt gondolom, hogy rajtuk kívül gyakorlatilag mindenki rájött, hogy szükség van erre a pénzre. Ugye ez Magyarország esetében 1,8 billiárd eurót jelent, ez egy óriási összeg. Ugye itt az uniós költségvetésről és a helyreállítási alapról beszélünk. És azt gondolom, hogy amikor a koronavírus ekkora gazdasági visszaesést okozott, aminek még jövőre és utána is meg fogjuk hinni sajnos a levét, és ennek mentén egy óriási szociális válság bontakozik ki, akkor igenis szükségünk van az uniós támogatásra, ami arra is lehetőség, hogy egy új vágányra rakjuk rá egyébként a gazdaságunkat. Ettől a lehetőségtől elesni, azért, mert a magyar kormány és a lengyel kormány árnyékboxol Brüsszelben, óriási felelőtlenség lenne. Nem beszélve arról, ugye, ahogy Máté mondja, a koronavírus nyomán Magyarország egészen egyszerűen nem védekezett és nem segítette úgy akár a vállalkozásait, akár az állampolgárokat, akik elveszítették a munkájukat, mint mondjuk egy nyugat-európai kormány. Ugye az nálunk csak álom lenne, hogy a kieső munkabérnek a 70-80 vagy akár a 90%-át állami támogatásként odaadja a kormány azoknak, akik elveszítették a munkájukat. Noha ezt a válságot így is lehetne és így kellene kezelni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell, hogy jöjjön a józan esze a kormányfőnek, és egyszerűen ennyi pénzt, illetve azt, hogy mi az unióhoz tartozunk továbbra is, és ezt ezzel is demonstrálni kell, hogy elfogadjuk a közös értékeket, elfogadjuk a közös segítséget, azt gondolom nincs más út, mint amit a lengyel kollégák. Mit gondolnak, mi végre volt akkor ez a fajta idő, vagy ez a fajta várakozás? Én nem gondolkodom az ő fejével, nem is tudok meg nyilván, nem is az én tisztem. Azt gondolom, hogy nagyon sok kárt okozott, mind az uniónak, mind pedig Magyarországnak ez a fajta folyamat, ami most keresztül ment az unió is, és Magyarország is. Nincs már annyi hitele a magyar kormányfőnek Brüsszelben, hogy ilyen játszmákat játszon. Egyszerűen arra lenne szükség, hogy normálisan együttműködve próbáljon segíteni Magyarországon. Mindjárt beszélgetni fogunk Paks 2-ről, ugye ami önöknek egy fontos témája, de azért hadd kérdezzük Gyénémet Erzsébetet arról, hogy ugye ha már az önkormányzatiság és a pénz, a finanszírozás ugye szóba került, akkor itt beköszönésnél említettük azt, hogy a kormány tulajdonképpen hozott egy döntést, hogy az önkormányzatok számára, teljesen mindegy, hogy most persze milyen vezetés áll az önkormányzatoknál, de megtiltaná azt, vagy megtiltja azt, vagy megtiltotta azt, hogy jövőre 2021-ben új adót vezessenek be, vagy a meglévő adókat bármilyen szinten is, de fölfelé emeljék. Budapest esetében ez mit jelent, vagy mit jelenthet? Budapest esetében ugye mi egy helyi adót vetünk ki, ez az úgynevezett iparűzési adó, és arról még felelős kormányzati tényezőt én nem hallottam, bocsánat, de Kósa Lajos nem tekintem annak, hogy ezt az iparűzési adót nem fogja eltörölni a kormány. Az önkormányzatok a helyi adókból, az általuk beszedett adókból finanszírozzák a közszolgáltatásokat. Hogy ez teljesen egyszerű és egyértelmű legyen mindenkinek, ebből van a szemétszállítás, ebből van a közvilágítás, ebből mennek a
BKV buszok, vagy mondjuk Pécsen. Igen, tehát ez a mindennapi életünket meghatározza. Hogyha teljesen ellehetetlenítik az önkormányzatokat, és semmilyen forrásuk, semmilyen bevételük nem marad a rossz kormányzati döntések miatt, akkor egészen egyszerűen ezek a szolgáltatások sokkal rosszabb minőségűek lesznek. És hadd mondjak még egyet az iparűzési adó kapcsán, ha a főváros meg az önkormányzatok nem tudják azt a szolgáltatást nyújtani a vállalkozásoknak, hogy azon a településen minden rendben van és normálisan mehet az élet, akkor egészen egyszerűen ezek a vállalkozások is ellehetetlenülnek. Gondoljon bele mindenki, hogyha Budapesten nem lesz normális közlekedés, akkor hogyan fognak tudni például munkába járni az emberek, ha nincs munkavállaló, nincs gazdálkodás, gazdaság. Azt gondolom, hogy muszáj tisztába tennünk, mert nyilván a másik oldal pedig azzal érvel, hogy 100 milliárdos nagyságrendű állampapíron és több 10 milliárdnyi készpénzen ül a fővárosi önkormányzat. Tegyük helyre, hogy akkor ezzel mi a terv, vagy ez miért nem lehet ide beszámítani? Azért nem lehet beszámítani, mert otthon sem úgy gazdálkodunk, hogy amikor a hó elején megérkezik a fizetés a családhoz, akkor arra a fizetésre egészen egyszerűen egy nap alatt eltapsoljuk. Ami pénze akár értékpapírban, akár bármilyen formában van a fővárosi önkormányzatnak, abból Lánchíd lesz, abból a szociális otthonokban dolgozók bére van, vagy mondjuk az állatkerteknek, vagy az állatkertben az állatoknak takarmányt veszünk. Tehát muszáj egy felelős gazdálkodást vinnie egy önkormányzatnak, és nagyon szomorú a számomra, hogy pénzügyi miniszter, illetve pénzügyi szakemberek a kormány mellett nem értik ezt az alapvető összefüggést, amit egyébként igen, azt gondolom, mindenképpen, még egy háziasszony is azt gondolom, hogy teljes mértékben él, nem prioritás kérdése. Az a pénz, ami például, amikor ők arról beszélnek, hogy van felszabadult hitelkeretünk, azokra a pénzekre Tarlós István különböző fővárosi fejlesztésekre kötelezettséget vállalt. Senki nem fog aláírni egy olyan papírt, amiben mondjuk arra a pénzre, amire már más kötelezettséget vállaltunk, most éppen fogjuk és majd másra fogjuk elkölteni. Mehetünk tovább. Igen, azt gondolom, hogy a tegnapi nap híre, hogy Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Alekszej Lihacsov volt a orosz állami atomenergiai koncern vezérigazgatóját, akivel a paksi atomerőmű bővítésről tárgyaltak. Önökkel folytatjuk tovább a beszélgetést a rövid összefoglaló után. 2021 első felében megkezdődhetnek a Paks 2 építkezés földmunkái, és jövő őszre várható a nukleáris létesítési engedély megszerzése. Ennek birtokában indulhatnak el az új blokkok építési, gyártási, szerelési munkái. Mindez Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszej Lihacsov a Rosszatom vezérigazgatója közötti megbeszélésen derült ki. A felek egyetértettek abban, hogy a beruházás ütemterv szerint halad. Az egyeztetésen elhangzott, az új paksi atomerőmű blokkok megfelelnek a magyar és az Európai Uniós szabályoknak és a biztonsági követelményeknek. A klímavédelmi célok elérése érdekében Magyarországnak hosszú távon egyaránt támaszkodnia kell az atomenergiára és a megújuló energiaforrásokra. Kíváncsiak lennénk az LMP véleményére, hogy mi a baja az LMP-nek mondjuk Paks 2-vel? Hát ahogy itt a bejátszásban is hallottuk, gyakorlatilag az történt a tegnapi napon, hogy Vlagyimir Putyin követei megérkeztek Budapestre, és gyakorlatilag Vlagyimir Putyin a követeken keresztül üzent Orbán Viktornak, nyilván az építkezéssel kapcsolatban, hogy most akkor milyen hitelrészletet kéne lehívni, mit kéne, hogy kéne építeni. Tehát ilyenkor ugye kiadják az irányvonalakat a magyar miniszterelnöknek. Az atomenergiával és Paks 2-vel két probléma van. Egyik probléma az magával az atomenergiával van, hogy ez egy veszélyes, nem egy biztonságos energiaforrás, és a hírekkel ellentétben, amit a kormány terjeszt, ez nagyon-nagyon környezetromboló, környezetpusztító. Mert ott van ennek az atomerőműnek az építése, ott van a hűtése, a Dunának a szennyezése, és ott van az, hogy igen, a kiégett fűtő elemeket valahol tárolni kell. Ez rendkívül veszélyes és kockázatos, és az LMP Magyarország zöld pártja, mint egy ökopolitikai párt azt mondja, hogy a jövő generációira nem szabad ilyen terheket rakni, hogy ott több tízezer évig sugározni fog valami a földben. A másik pedig magával, a Paks 2-vel kapcsolatos, és ezzel a szerződéssel, ami az évszázad legrosszabb üzlete. Hát itt olyan óriási hitelt vesznek fel Oroszországtól, amit generációkra taszítja gyakorlatilag adósságba a magyar családokat, de tényleg ezt ki lehet számolni, ezt 100-150 évig fizetni fogjuk. Mekkora hitelről van szó? Bocsánat, csak hogy a nézőinket emlékeztessük. Ez egy sok ezer milliárdos, és akár 10 000 milliárdos nagyságrendre is duzzadhat.
És az a nagyon nagy probléma, hogy pont akkor, amikor a megújuló energiaforrások rohamléptékben fejlődnek itt a 21. század elején, amikor egyre olcsóbb a napenergia, a szélenergia, akkor ruháznak bele egy 20. századi technológiába, aminek viszont az ára egyre drágább, ez sehogyan nem fogja megérni. Ez az oroszoknak megéri, hiszen ugye hát tőlük vesszük gyakorlatilag ezt a építkezést. Egy közös ellenzéki győzelemnél tételezzünk fel egy ilyen szenáriót. Önök hajlandóak abba belemenni, amit az LMP ugye nagyon régen mond, hogy ezt azonnal le kell állítani, ezt a beruházást? Én úgy tudom, hogy minden ellenzéki párt ezt mondja, tehát természetesen túl azon, amit Máté mondott, tehát a környezetvédelmi, illetve az adósság probléma. Én azt gondolom, hogy egy új kormánynak kifejezetten olyan irányba kell elindulni, ami a fenntartható fejlődést, illetve azt a zöld energiát, amivel egyébként bőségesen rendelkezik Magyarország is, ezt fogja továbbfejleszteni. Azt kiszámolták, hogy egy leállítása az építkezésnek mennyibe kerül? Mert azt gondolom, hogy egyik oldalon, a mérleg egyik oldalán szerepel a mostani teher, és mibe kerül, hogyha ezt úgy döntenek, hogy akkor ebből megállunk és visszahőkölünk. Hogyne, és itt az a helyzet, hogy minden egyes nap, amivel húzzuk ezt a leállítást, valóban egyre drágább lesz, tehát ezért kellett volna tegnap, de legkésőbb ma leállítani ezt az építkezést. Nyilvánvalóan, hogyha 2022-ben az ellenzéki pártok győzni fognak, már pedig erre készülünk, és ez így is fog történni, akkor ezt az egész szerződéses viszonyt, ezt teljesen újra kell tárgyalni, és azzal kell indítani, hogy rögtön az első napon felmondjuk ezt a szerződést. Ezt fel kell mondani, ez tarthatatlan. Teljesen mindegy, hogy ez milyen következményekkel járna. Menjünk tovább, mert ugye mindannyiunk életében fontos és rendkívül meghatározó az időszak, amiben most élünk, ugye nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon. Említette pont a bejátszó alatt, amiközben néztük, ugye, hogy a Karmelita Kolostorban volt egy találkozó, hogy azért a koronavírusról vagy a tesztek elvégzéséről fontos lenne beszélni. Kérdezem azt, hogy miért, amikor most az elmúlt időszakban a választópolgárnak, mint hogyha az lenne az érzése, jóval több tesztet végeznek, ugye elkezdték a pedagógusoknál, óvodai dolgozóknál is ugye a tesztelést, a főváros itt más vizeken jár, vagy nem más vizeken járunk, hanem végeznek? A kormányzat helyett végezzük ezeket a teszteket nagy részben. 100 000 úgynevezett antigén tesztet vásárolt a főváros, ennek első szállítmánya már meg is érkezett. Ezeknek a felét odaadjuk 50 000 darabot ingyen térítésmentesen kerületi önkormányzatoknak, és a kerületi önkormányzatok végzik tovább a saját intézményeikben, illetve ott, ahol erre szükség van, akár az iskolákban is a szűrést. Azt nagyon fontos tudni, hogy az iskolákban a legjobb tudomásom szerint csak a pedagógusokat szűrik, a többi iskolai dolgozót nem. Na most épp úgy, ahogy a szociális szférában meg sajnos azt mondják az önkormányzatok, hogy ott se kaptak ők elegendőt, mert kimaradtak nagyon sokan a házi gondozásban résztvevők. Így van. A hajléktalan ellátásban résztvevők, tehát pont azok, akik érintettek. Így van, ezeket az önkormányzatok próbálják a lehetőségeikhez mérten saját maguk tesztelni. Számot szeretnék mondani, mi szeptember eleje óta a fővárosi idős otthonaiban, illetve a hajléktalan szállóinkon, most már szerintem közelítünk a 6 000 elvégzett teszthez. Ezt mindenki szorozza be, majdnem 20 000 forinttal, tehát 19 500 forinttal. Egészen egyszerűen az önkormányzatok védekeznek és végzik a tesztelést és a járványügyi védekezést a kormányzat helyett. Tehát akkor, amikor az első részben arról beszéltünk, hogy az önkormányzatoknak mire kell forrás, mire kell pénz, na ebben egy elég nagy csoportot, vagy egy elég nagy összeget jelent a tesztelésekre, védekezésre költött összeg. Én azt gondolom, hogy a kormányzat akkor járná felelősen, hogyha lehetővé tenné azt például karácsony előtt, hogy aki úgy gondolja, hogy letesztelteti magát, hogy a családjával tudjon biztonságosan karácsonyozni, ennek meg kellene tenni a lehetőségét, ezért mondja a DK, hogy karácsony előtt lehessen tesztelni mindenkinek. Ha már említi az ünnepet, az, ami teljesen érthető, hiszen most már nagyon közel vagyunk hozzá, önök számára elfogadható azt, ami kormányzati kommunikációban eddig ismert, hogy valószínűleg kimondottan karácsonyra, amennyire ugye láthattuk ezt a hírekben, tehát kimondottan karácsonyra valamilyen enyhítő intézkedéseket fognak hozni. Én ezt nem tudom megítélni, azért nem tudom megítélni, mert még mindig nem kapunk tisztességes korrekt adatokat a kormányzattól. Tehát ma egy polgármester, amikor odafordul a kormányhoz, hogy kérem, szeretném tudni az én településemen, kik vannak karanténban, hogy segíthessünk nekik, hiszen ha egy egyedülálló ember kerül karanténba, ő aztán utána ki sem mehet a lakásából, tehát valamilyen formában a mindennapokban segíteni kell. Na, ezekbe se kapunk semmilyen adatot, és én megmondom őszintén, nagyon tamáskodom azokban az adatokban, amiket minden nap közül
közöl velünk az a kormányzati operatív törzs. Ezt felelősen, hogy lehet-e lazítani, lehet-e nyugodtan karácsonyozni, vagy például, amit nagyon sokan lehet, szeretnének, hogy haza lehessen jönni magyaroknak karácsonyra a családhoz, ezt azt gondolom, hogy azoknak kell eldönteni, akik a felelősségét is viselik ezért. Én azt gondolom, hogy az, hogy lazítunk vagy szigorítunk, valóban nem az határozza meg, hogy most ünnep jön, sajnos, és ezt kell mondani, hogy sajnos, hanem tényleg a járványhelyzet kell, hogy meghatározza. Tényleg nem vagyunk az adatok birtokában, viszont ami a nyilvánosságban megjelenik, hogy tényleg sajnos még a mai napig egyre több a fertőzött, egyre jobban terjed a járvány, egyre több a haláleset, ebből nem az következik. Sajnos, hogy enyhíteni kéne, úgyhogy én nagyon afelé tendálok, hogy nem szabadna enyhíteni, de valóban az adatok birtokában kell ezt a döntést meghozni, és szigorúan az egészséget, az egészségünket kell itt figyelembe venni. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk.